Na szevasztok srácok, itt a játszótéren én Makan vagyok, kétenek nektek a csúcsidő következő epizódjával, amiben az MK5-ös Toyota Suprával fogunk felmenni a csúcsra. Megnézzük, hogy A800-as pontszámon mit érünk el ezzel az autóval. Ugye az MK4-es Suprával már mentünk egy karikát ugye ezen a pályán, amivel egy 3 perc 24 416 ezredes időt értünk el. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy ismételten egy hátsó kerekes autóval, ugye ismételten egy Toyotával és egy következő generáció Suprával mit tudunk elérni. Elérjük-e ezt az időt, amit az MK4-es Suprával elértünk, meg tudjuk-e dönteni, vagy éppen alul maradunk. Hát erre vagyok igazából a legkíváncsi, mert az összkerekes autókat nem tudjuk vele megfogni, ez valószínű, biztos, de hogy egy hátsókerekes autót meg tudunk-e vele verni, és az előző generáció Suprát, az ki fog derülni hamarosan, mielőtt erre sort kerítenénk, nézzük meg, hogy milyen tuningok is kerültek bele ebbe a Suprába. Nem változtattam rajta semmilyen karosszéria elemet, és a hajtásán se változtattam, tehát maradt hátsókerék hajtás az eredeti motorjával, ugye, ez a Toyota MK5-ös Supra, viszont keréknél már változtattunk annyit, hogy beraktuk ugye a semi-slick versenygumit, ami ugye egy kitétele ennek az A800-as versenyszériának, hogy mindenképp az legyen rajta. Kerékszélesítésből elől megkapta a maximumot, és hátul is megkapta a maximumot, hogy azért jól tapadjon, nyilván nyomtávszélesítést is kapott a Verda elől és hátul a maximumot, hogy kicsit stabilabb legyen. Hajtásláncnál a kuplungot versenykuplungra cseréltük, a váltót pedig kicseréltük egy hadsebességes versenyváltóra, kardánból megkapta ugye a versenykardántengelyt, és kapott egy versenydiffit is ezek mellé, szóval egy fullos hajtásláncot kapott a Verda. Kezelhetőség szinten kapott egy versenyféket, ugye ezáltal sokkal hamarabb tudunk megállni a kanyarokban. Kapott egy versenyfelfüggesztést, rugót és lengéscsillapítót, kanyaros stabilizátorból előre egy versenyt kapott, és hátul is egy versenyt kapott. Alváz megerősítésből nem raktunk bele semmit, már nem fér bele a pontszámba, és súlycsökkentésből is csak 131 kilót tudtunk kiszedni belőle a 151 helyett, tehát egy 20 kilóval nehezebb, így azért látjátok, hogy nagyon nem fért volna bele az autó a súlyhatárunkba, meg a pontszám határunkba. Motornál nagyon minimális a tuning voltunk, igazából meg tudom mutatni ezt a kettő dolgot, amit sikerült a motorba tuningolni, ami nyilván egyik ugye a kipufogó, ez a súlycsökkentés és a lóerőnövekedés miatt került bele, hát a másik pedig egy, még nem is verseny, hanem egy sportlendkerék, ez fér bele az A800-as tuning pontszámba, viszont így is az autó 361 lóerő, 534 Nm és 1352 kg, ráadásul egy picit ornehéz, 51%-ig, úgyhogy meglátjuk, mit tud. Igazából ezek a számok nem olyan borzasztóak, sőt, szerintem egész jók, azért a 361 lóerő azért az egész komoly, meg a 200, vagy a 534 Nm is, és ez az 1300 kiló is megfelelő ahhoz, hogy egy viszonylag jó kör tudjunk vele menni. Nyilván itt nem az fog számítani, hogy milyen nehéz az autó, meg hogy milyen erős, mert azért nagyjából pariba vannak ezek az A800-as autók egymással, amelyik könnyebb az gyengébb, amelyik nehezebb az erősebb, tehát igazából ki vannak egyenlítve ezek az autók, itt igazából a hátsókerék hajtás az, ami miatt egy picit hátrányba leszünk ugye az összkerék hajtású autókhoz képest. Azért kíváncsi vagyok rá tényleg, hogy az MK4-es Suprát hogy tudjuk megelőzni, vagy egyáltalán meg tudjuk előzni, vagy nagyon durván lemaradunk tőle. Én igazából csak erre vagyok kíváncsi most jelen pillanatban. Esélyünk nincs az összkerekes autókkal fölvenni a versenyt. Úgyhogy nézzük is meg, srácok, guruljunk egy tanulókört, aztán meg nyomjunk egy teljesen rákoncentrálós kört az autóval, és akkor kiderül a végeredmény. Itt volnánk ismételten a Volcán Sprint eseménynél, ugye ahol a saját versenyemet kell kiválasztani, ami nem más, itt a csúcsidő A800-ra korlátozva. Leírásban ott van a megosztókód, srácok, aki szeretne ezen versenyezni, ide jön ez a versenyhez, bérje a megosztókódot, és már tud is rajta repülni fölfelé a csúcsra. Hogy megnézzük, hogy az első tesztkarika az milyen lesz ezzel az autóval. Kíváncsi vagyok, hogy hogy tapad, mennyire fog csúszkálni, mennyire akar keresztbe menni az autó. Erre fogunk most egy kicsit rágyakorolni, úgy itt ebben a jó sok kanyarban, ami azért fölfelé vezet minket. Egyes az elpörök, de hogyha 60 előtt elváltjuk a kettest, akkor teljesen jók vagyunk, és 100 fölött be tudjuk venni vele a kanyart szerintem. Nagyon minimálisat indult el a feneke ebbe a visszafordítóba, ez még teljesen oké, nyilván egy hátsókerekes autóról beszélünk, szóval ez teljesen elfogadható volt, nem akart keresztbe driftelni, egy nagyon picit elindult, igen, és akkor itt szerintem azért egy 140-et illik hozni majd.
ezekben a kanyarokban egy 140 km per órát, meglátjuk. Itt ugye egy csomó autóval elfér 150-160-nal ez a kanyar. Hát inkább 145. Ez pedig 130 alatt lesz majd meg, ilyen 125 és 130 között. Ugye azért már mentünk egy pár autóval, úgyhogy nagyjából már tudom, milyen sebességeket kell hozni ahhoz, hogy jó legyen a kocsi. 150, igen. Ugye ezek fullgázos kanyarok, mindegyik a típusú autóval, nem számít, hogy hátsó kerék vagy összkeréke. Igen, és akkor itt van egy olyan kanyar, ami hát hozza azt, amit kell, a 150-et. Aha, jó. És 140, oppá, majdnem 150-nel tudtunk ide befordulni. Hopp, és majdnem kihagytam. Majdnem kihagytam a checkpointot. Azért odafigyelünk, hogy ezt ne hagyjuk ki. Jó, 122-23, hát megpróbáljuk hozni, nem biztos, hogy sikerül. Igen, és akkor most jön a trükkös rész, hogy ez itt full gázon elfér. Váltunk is egy ötödiket. Ugye ezek még mindig full gázos kanyarok, és itt jön egy jobb erős kanyar. Amiben nagyon oda kell figyelni, hogy mikor fékezünk meg hova. És már nem is jó. Egy sokkal gyorsabban is bele tudunk jönni, meg hogy itt elemelkedik-e a kocsi segge, ez is kérdés. Aha, jó, akkor erre is oda kell figyelnünk. Viszont itt ez simán bemegy full gázzal, ez a kanyar. Igen, az egy trükkös rész, ott ugye emelkedik a kanyar, majd utána hirtelen lejtő lesz. Egy hátsó kerekes autónál ugye ez azt okozza, hogy ki fog törni a segge a kocsinak. Át tudjuk-e fűzni 200-zal végig, úgyhogy nem veszem el a gázt. Most ezt próbáljuk ki, mert ez most büntetlenül ki tudjuk próbálni. Át, azt a mindenit neki. Át tudjuk. Az viszont komoly. Az nagyon nagy előny egyébként, hogy azt át tudjuk úgy fűzni. Ezt nagyon lelassítottam, 155-tel simán be lehet venni. Tehát itt is ilyen 120 fölött tudunk majd jönni, akkor az úgy jó lesz. 125 fölött, 130 között fordulunk, az jó lesz. Itt 160-at el tudjuk érni a kanyarba, első 170-et is el tudjuk érni. Nagyon komoly. De amúgy jó a kocsi. Így ahogy nézegetem így a kanyarokat, és a korábbi autókra visszaemlékszek, abszolút. Tök jót megy. Tök jót megy. Nem tudom, hogy a Supra miért ment, mert arra nem emlékszem. Itt, át itt muszáj beleemelni, mert itt ez a 200, itt a széle az aszfaltnak, 200-zal megyünk, az úgy a jó. Itt nem tudom, hogy a negyedik vagy harmadik sebességi fokozat lesz a jó, de majd meglátjuk. Na, hát meglepő, srácok, a kocsi egyébként annyira nem csúszkál, mint gondoltam. Úgyhogy egy picit bátrabban is lehet neki küldeni, nyilván azokban a kanyarokban, ahol mondtam, hogy nagyobb sebességgel is tudnánk fordulni. 3.27.8.12, nyilván ugye ez nem jelent semmit, mert ez az idő nem számít vele abba az időbe, amit ugye most nekünk menni kell, hisz ez csak egy olyan kör volt, ahol tényleg végigmentünk a kocsival, végigtaláltunk a pályán, megnéztük, hogy milyen kanyarba mit lehet menni, úgyhogy indítsuk el a versenyt, és nézzük meg, hogy a rákoncentrálós körbe milyen eredményt fogunk vele elérni.
Na mennyi az annyi? Na mennyi az annyi? Nagyon kíváncsi vagyok rá. 323, 182, mi van? Azta, én azt hittem, hogy 324 eleje lesz. 323, 182, srácok, az azt jelenti, hogy az MK4-es Suprát 1,2 másodperccel vertük meg, ugyanis az MK4-es Supra 324-416-ot ment, sőt, ami ettől is sokkal durvább, srácok, hogy az R32-es Golfot, a 4-es Golfot 3 perc 23,557 az ideje neki, azt is elvertük. Majdnem 4/10-del egy összkerekes autót, srácok, ráadásul egy hot hatchet, tehát egy nagyon durva, egy olyan autót, ami rövid, összkerekes, erős, összkerekes, könnyű, összkerekes, tehát hogy nem lehet kiemelni elégszer, srácok, hogy ezzel a Suprával megvertünk egy összkerekes autót, a mindenit neki. Nagyon komoly. 3 perc 23, 182 ezred az MK5-ös Suprának az ideje. Hát ez brutális. Nem gondoltam volna, hogy az MK4-eset el tudjuk verni. Azt meg föl nem gondoltam volna, hogy a 4-es Golfot el tudjuk vele verni. Ez valami hihetetlen. 3 perc 23, 182, el nem hiszem. Hát ebben nem sok hiba volt ebben a körben, mondjuk azt hozzá kell tenni. Tehát ez a kör azért ez elég brutál kör volt. Úgyhogy jó a kocsi, jó a Verda, láttátok, hogy milyen alkatrészeket raktam bele, ugye finom hangolás nincs egyik Verdán sem soha, pont azért, hogy csak amiket belerakunk A800-as tuning, az számít soha, mert ha elkezdjük finom hangolni a kocsikat, akkor már nem jön ki köztük a különbség, így viszont elég jól kijön, hiszen a gyári állapotban, hogy belekerülnek azok a tuning alkatrészek, úgy vannak beállítva az összes autón. Úgyhogy ez egy nagyon fontos kitétel, hogy sose szabad finom hangolni a kocsikat, leereszteni a keréknyomást, a felfüggesztést, puhítani, merevíteni, stb. Nem csinálunk váltóáttételt állítani, nem csinálunk semmiet. Ahogy belekerül a kocsiba, úgy hagyjuk, úgy marad gyári állapotába a cucc. És ehhez képest elég durvát jöttünk egy hátsókerekes autóval, megelőztünk egy összkerekes autót, ez is ritka számba fog menni valószínű ebben a sorozatban, de kíváncsian várom, hogy a következő autó, amit még jelen pillanatban nem tudok, hogy mi lesz, úgyhogy ha kommentben van ötletetek, akkor nyugodtan írjátok le, hogy mi legyen a következő autó, de nagyon kíváncsian várom, hogy a következő autó hova fog ebben a hát elég szoros listába kerülni, mert hát, ha ilyen hátsókerekes autók vannak, amik összkerekeseket vernek meg, akkor elég szoros lesz ez a lista. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, srácok, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem, hogy tetszett. Hogyha tetszett, akkor dobjatok rá egy lájkot, és hogyha nem szeretek lemaradni a csúcsidő további epizódjairól, vagy egyéb játékokból készült live-okról, videókról, akkor mindenképp iratkozzatok fel, és hogyha értesítést is szeretnétek ezekről a dolgokról kapni, akkor pedig a feliratkozás gomb mellett a kis csengőt, benne pedig a pipát kapcsoljátok be. Én még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, legyen szép napotok, bármikor is látjátok ezt. Én Makon voltam, sziasztok!